Gróf Bánffy Miklós itt Bonchidán nevelkedett, Erdély talán leggazdagabb földesurának egyetlen fiú örököseként. Világra jövetele idején, 1873-ban ez a kastély még fényűzően berendezett termeiről és kincseiről volt nevezetes. Bánffyt és nővérét anyu korai halála után édesapjuk neveltette gondos törődéssel. A felnőtt Bánffy Miklós művészi ambíciói mellett komolyan vette, amire származása kötelezte, felelősséggel vett részt a közéletben is. Nagyon-nagyon korán elvesztette Bánffy Miklós édesanyját, és árván maradt a két gyerek, az akkor 5 éves Katinka és a 2 éves Miklós. De apjuk sose házasodott újra. Úgyhogy itt volt ez az özvegy úr, aki egy nagyon furcsa életet vitt ottan. Borzasztó spórolós volt, mint a nagyon gazdagok sokszor. Ez a két gyerek, nagyanyám és Bánffy Miklós, ugye teljesen egyedül éltek egy nagy kastélyban, egy nagy birtokon. Gyermekkorom legszámosabb emléke Bonchidához kapcsolódik. A legrégebbi emlékeim is idevalók. A park fenyvesében szamóca terem. Nővérem, Katinka és én epréztünk. Atyám mellettünk áll. Az eprészés azonban rám nézve csak szándék volt, sikertelen szándék. Hiába törekedtem, borzasztóan buzgón, egyet sem láttam meg soha, míg a testvérem folyton talált epret, nagy diadallal falta és kacagott rajta. Édesapja soha nem nősült újra, viszont a kor legdivatosabb asszonyától, Sziszitől kért tanácsot arra vonatkozólag, hogy hogyan is nevelje a gyermekeit. Sziszi pedig azt tanácsolta, hogy mindenképpen angol nevelőt fogadjon. Nagyon szerencsés választás volt Edward Wilford, aki mindvégig Bonchidán a kastélyban maradt, és a gyermekek nevelésével, de ugyanakkor az udvarról is gondoskodott. Bonchidán volt egy olyan fantasztikus könyvtár, amiben benne volt egész a 18. századtól, egészen a legutóbbi korokig minden, amit érdekelhetne valaki. Hát valószínűleg ez a fiatal gyerek rengeteg órákat tölthetett a könyvtárszobába. Ugyanis olvasott. De volt benne valami más is, valami, hát tényleg egy tehetség, ami nem mindenkinek van meg. Ha gróf, ha nem gróf, ugye az kiemeli az embereket a többi közül. Sokat olvasott, képzőművészettel, rajzolással, de zenével is foglalkozott, viszont nem volt egy szent. A kártyázásai és a tivornyái miatt száműzték a hőnszeretett nagyapjához. Bánffy Miklós nagyon óvatos lovas volt. Ezért tartottunk attól, nehogy a saját sportos szokásaink szerint alakítsuk a vadászatot. Ugyanakkor örültünk az utána következő fényes vacsorának a nagy ebédlőben. Különösen büszke volt elegáns istállójára, a márványjászlakkal, részkarikákkal és oszlopokkal. Apja idejében még úgy volt szokás, hogy minden nap, de legalább ünnepekkor a feketét az istállóban szolgálták fel. Szilvási Karola volt az az ember, aki egész életében át befolyással bírt rá. Búvópatakként eltűnt, megjelent, de mindenképpen egy szerelmi szálnál sokkal fontosabb volt. Mindig egy olyan kicsit majdnem teatrális, színházi jelenség volt, ugye mindenütt a központon akart lenni. Én nem emlékszem rá, de az biztos megint ugye a levelekből kitűnik, hogy ugye Bánffy Miklósnak hát ez volt a nagy szerelme. Egy idő után Bánffy Miklós figyelme egyre inkább a színházak fele fordult, és ennek egy nagyon nagy oka volt az, hogy mágnesként vonzotta az ugyan nem szép, de mégis varázslatos erővel rendelkező Váradi Aranka,
aki a kornak jelentős és meghatározó színésznője volt. 1924-ben megszületett gyermekük Katalin, akit Bánfi 16 éves korába tudott örökbefogadni, illetve ekkor vett el Váradi Arankát feleségül. Elsősorban, ha jól tudom, ezt csak az újságból tudta a család meg. Apámnak, már Parcsai Józsefnek, az volt az egyetlen kifogás, hogy őt azért írásban, vagy sehogy formálisan nem értesítették erről. Kedves Belló, nagy megnyugvással és hálával vettem Ehó 7. levelét. Köszönöm a hozzáfűzött jó kívánságokat is. Higgye el, ez szükséges, és leánykám miatt elodázhatatlan volt. Most már csak egy jó hajom van. Az, hogy mi ketten ugyanolyan szeretetben maradjunk mindig, ahogy voltunk és vagyunk, és maga tekintse Boncidát otthonának, ahogy eddig tette, és számítson rám mindenütt és mindenben. Nagyon-nagyon szerető testvére, Miklós. Korai ifjúságától kezdve a színház elkötelezettje, 19 éves, amikor az első darabját egy Kapitány fogadalma címmel megírja, majd később 1912-ben az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa lesz. Olyan emberre volt szükség, aki egy nagyon rossz helyzetből, egy átfogó koncepcióval fel tudja emelni az Operaházat. Folyamatosan tervez, folyamatosan rendez is, és neki köszönhető az, hogy Bartókot beemelték az Operaház repertoárjába, de ugyanakkor az is, hogy az Operaházat átépíti, az, hogy megreformálja az operajátszást, és az, hogy a színházhoz szerződteti Hevesi Sándort. Ha az ember megnézi a 12 körüli sajtót, akkor egyfolytával csak szídják, hogy a dilettáns gróf, stb. És természetesen a díszleteire, a jelmezeire is nagyon komoly kritikákat kapott, ugye. Tudjuk azt, hogy a Varázsúvola, ami az egyik legnagyobb dobásuk volt a Hevesivel, és a Varázsúvolát egy teljesen új köntösben szceníroztak. A jelmez tervezői nagyságát és azt a fontos lépést, amelyet ő a tervezésben megtett, abban is érzékelhetjük, hogy nagyon jól tudott a stílusok között lavírozni. Bartók a kék szakállút azt már beadta egy opera pályázatra, a Lipótvárosi Kaszinónak a pályázatára, ahol szintén kidobták onnan, és azt mondták, hogy ezt nem lehet eljátszani, és ez egy lehetetlen dolog. És a Fából faragott is itt be volt adva, hogy aztán ki tette Bánfi elé, erről fogalmam sincs, de ezt a két művétő színpadra vitte, az nagyon nagy bátorság kellett. A színházi és a rendezői munkásságának az egyik legfontosabb mozzanata az, hogy a szegedi szabadtéri játékok keretében megrendezte az ember tragédiáját. Nagyszabásúságát sokszor később szemére is hányják. Pedig a szabadtéri játékok pontosan ezekre a látványosságokra adnak teret. 1916-ban fontos megbízatást kapott az új uralkodó 4. Károly koronázási ünnepségeinek, a díszleteinek a megtervezését bízták rá. Ez külső és belső téri alkotásokra egyaránt vonatkozott. Az ő feladata volt például a Mátyás templomnak a berendezése a koronázás alkalmával. Elsősorban nem politikai feladatnak élte meg ezt, hanem leginkább rendezőként. A legsúlyosabb drámai pillanat az volt, amikor az aranysarkantyús vitézeket felvonultatta, és nem díszegyenruhában, hanem a saját frontharcosi csukaszürke kitisztított ugyan, de mégis nagyon szomorú állapotban levő egyenruhákban. A királyi pár 8-as fogaton érkezik a koronázó főtemplom elé. A Szent György téren a király az ország összes megyének földjéből emelt koronázási dombra vágtat, és Szent István kardjával a világ 4 tája felé sújt.
Már egészen fiatalon külkereskedelmi kézikönyvet szerkesztett. Szűkebb hazájában képviselő lett, majd főispán. Az első világháborúban összekötő tisztként harcolt. 1918-ban részt vett a Székely Nemzeti Tanács megalapításában. A 1920 elején Angliában, Londonban próbálta meg az angol országgyűlési képviselőket szintén Magyarország oldalára hangolni. Ebben az időben már kint volt a párizsi magyar békedelegáció békekonferencián, ahol megpróbálták Magyarország ügyét képviselni, de jó jött az, hogyha a másik fontos fővárosban, Londonban is van egy ügynöke Magyarországnak, aki az ottani közvéleményt, legalábbis a politikai közvéleményt igyekszik Magyarország oldalára állítani. Egész ott létem a konferencia szempontjából csupa naplopásból állt. Mint kicsi, számot nem tevő államot, minket csupán valami gazdasági bizottságba választottak be. Hova szakember kellett, oda Szczytowski vagy Valkó járt. Én csak a közös nagy gyűléseken vettem részt, de ilyet elég ritkán tartottak. Viszont rendkívül érdekes volt találkozni a különböző nagyfejűekkel, őket megfigyelni, és ha lehet, fölhasználni. Bánfi egyébként nem volt ügyetlen a külpolitika csinálásban. Volt egy természetes sármja, ekkor már nem volt fiatal ember, ugye 40-es éveinek a második felében járt, de nagyon széles nyelvismerete volt, igazi szalonember volt, akiben a férfi bájon kívül megvolt még az a tehetség is, hogy mint alkotó ember nagyon könnyen ráérzett bizonyos dolgokra, nagyon jól szót tudott érteni általában a külföldiekkel, ez mindenképpen rokonszenvesítette a személyiségét. Ő, mint politikus, vagyis mint külügyminiszter, mint diplomata, tényleg elért valamit, amit a többiek nem értek el, mert hiszen az ő külügyminisztersége alatt volt az egyetlen revíziója a trianoni békének, ugye a soproni népszavazással, ugye, ez hát nem csak az ő érdeme volt, de Atlen István és ők ketten, ugye ez az ő érdemük volt. A nemzeti program külsőséges maradt. A nem, soha, és a mindent vissza. De hogy egy mindent vissza esetén milyen feladat elé áll a nemzet, arról szó sem esett. Senki nem látta meg, hogy az 1914 előtti vezetőosztályt ábrázoló kritikám ugyanúgy érvényes a háború utáni vezetőkre is. Forradalom utáni vezetőréteg ugyanazt a haláltáncot járta, amit elődei 1904 és 14 között jártak. Elterjedt róla az a hír a közvéleményben, hogy nem alkalmas már külügyminiszternek, hogy az idegeit teljesen szétzilálta ez a munka, és ekkor erősödtek fel azok a kritikus hangok, amelyek korábban is megfogalmazottak már vele szemben, hogy igazából nem ért a diplomáciához, nincsen meg az a rutinja, ami ehhez szükséges volna, hogy az ő külpolitikája az inkább reagáló, mint kezdeményező külpolitika, nincs igazi iránya, mindig az eseményekkel sodródik. Elsősorban az egész család Erdély volt. Ez volt neki azt hiszem a legfontosabb. Ugye? És azt hitte, hogy az ő helye ott van. 1926-ban Bánfi visszatért Erdélybe, és ígéretet tett a román királynak arra, hogy politikai tevékenységet nem folytat. Teljes energiájával tudott fordulni az irodalom és a művészetek fele. Nagyon jól átlátta azt, hogy az ott élő magyar közösségnek sokkal inkább arra van szüksége, vagy a politikai képviselet mellett nagyon nagy szüksége van arra is,
hogy kulturális és irodalmi élete megfelelő színvonalú legyen. És ennek a megszervezésében tevékenyen vett részt Bánffy Miklós, ugyanis az 1928-tól megjelenő Erdélyi Helikon című szépirodalmi és kritikai folyóiratnak végig a főszerkesztője maradt, és tulajdonképpen ez a folyóirat azt képviselte, hogy minden olyan írónak, költőnek a műve megjelenhessen, aki egy megfelelő esztétikai mértéket elér. Úgy vélem, ebben a szerény írócsoportban általános érvényű eszmény lakozik, és talán egy jelentős tünet is. Törekvés arra, hogy ne azt keressük magunkban, ami megkülönböztetést, meghasonlást, gyűlöletet kelthet, hanem azt, ami egyesít, összeköt és egymásban lel támaszt az önmagáért való művészetre irányuló törekvésben, ami megteremti az együttműködés összhangját. Kós Károlyon kívül ő illusztrálta a legtöbb helikoni munkát. És itt is a személyiségének és a művészi sokszínűségének adott hangot, akkor, amikor egyszerre kritikai művekhez, humoros munkákhoz és költeményekhez készített más és más stílusú grafikákat. Sokat látott, sokat tapasztalt, éles szemű és bölcsemberű, aki a világot és az embereket nem tudja rosszabbaknak vagy jobbaknak, mint amilyenek. Melegszívű ember is erdélyi, aki egy csepet szkeptikus mindennel szemben. Festőművész, aki néhány odavetett biztos vonallal és színfolttal, levegőt és plasztikát, életet és helyzeteket élesen és színesen tud megrögzíteni, de nem tudja megtagadni karikaturista mi voltát sem. És mindenek felett íróművész, sőt a humoristák ritka fajtájából. Bánffy irodalmi munkásságának a fogadtatását már a kezdetektől fogva meghatározta a grófi rang. Ebben mind a korabeli, mind pedig a mai irodalom történészek egyetértenek, és abban is, hogy a történelmi név és ez az örökölt rang, bármilyen furcsán is hangzik a mai hallgató számára, nem előnyt, sokkal inkább hátrányt jelentett e tekintetben Bánffy Miklósnak. Habár 1930-as évekig a Kisbán Miklós nevet használta, mégis az irodalmi köztudat számára egyértelmű volt, hogy kirejtőzik az álnév mögött. Kisbán Miklóst pseudonimnak hírlelik. Ugyancsak hírlelés szerint Kisbán Miklósról gróf Bánffy Miklós volna. Akárki, komoly irodalmár, akármit beszél. Fontos dolog az ilyesmi. Nekünk például dupla öröm ez a könyv, ha így van. Íme egy előkelő magyar amatőr, aki csak ugyan előkelő. Ötvös, kemény, s néhányak, régiek óta az úgynevezett előkelők nem kényeztettek el bennünket. Kisbán Miklós több, mint literary gentleman. Európai ízlésű, elmélyedt, finom lelkű ember. A naplegenda Ibsen Peer-Gyntjére emlékeztet. Érdekes és szép könyv, szimbolikus költemény. Nagy gondolat, buja, költői, szép nyelv. Bánffy Miklós főműveként az Erdélyi Történet című trilógiát tartja számon az irodalmi köztudat. Az Erdélyi Történetnek, hogyha magának a cselekménynek a történetét nézzük, akkor ez 10 évet ölel fel, és tulajdonképpen az első világháborúval zárul le. Regény trilógiámat belső parancsból kellett megírnom. Növekvő aggodalommal láttam, hogy dacára annak a szörnyű katasztrófának, amely népünket lesújtotta, senki nem akarta látni azokat a bűnöket, amelyek oda vezettek. Senki nem mondta, ezen az úton többé ne járj. Mi minden bajt és hibát csak is magunkon kívül keresünk. Szemet hunyunk saját vétkeink fölött. Ha a főszereplőket nézzük, Abádi Bálintot és Milót Adriánt, akkor egy olyan szerelmi szál is kibontakozik a történetben, amely kapcsán nagyon sok kritikus és gondolom sok olvasó is kíváncsi volt, hogy vajon ki lehet ezeknek az irodalmi alakoknak a mintája. Abádiban sokan vélték felfedezni Bánffy Miklóst, bár ez ellen Bánffy Miklós annyit tesz, hogy a művében Bánffy Miklósként szerepelteti önmagát egy helyütt, illetve Milóti Adriánben pedig Szilvási Karolának a személyét vélték felfedezni.
Mindazok az irodalmi, művészeti, közéleti tevékenységek, amelyekben Bánffy nagyon magabiztosan és nagyon céltudatosan lépett föl, mindenhol ott láthatjuk a Szilvási Karola a hiúsz szemét és nagyon-nagyon kemény fellépését, a határozott elképzeléseit. Ennek a nőnek az alakja mindenképpen összefonódott a Bánffy alakjával. Nagyon érdekes az az írás, amely tulajdonképpen a trilógiának egy női változata, amelyben megláthatjuk azt a szemszöget, ahogy ő ezt a történetet megélte. Ismertem egy lányt. Régen. Annak a lánynak mindent megadott a sors, hogy boldog lehessen. És mindezeken felül még azt is megadta neki, hogy tudjon teljesen boldog lenni. Hogy egészen fenékig átérezhesse boldogságát, mert ez nagyon keveseknek adatott meg. És a lány eldobta magától a boldogságot. Azért, hogy igaza legyen. Nem lett boldogtalanabb, mint sok más, és az életet így is leélte. De tudta, mélyen lenne a szívében, hogy a vakító, ragyogóan fényes boldogság ott várt rá az élet küszöbén. És hogy sem könnyek, sem fájdalom, sem kétségbeesett vágy nem adhatja neki többé vissza. Romániában a királyi diktatúra időszakában felszámolták a politikai pártokat, akkor a magyar népközösségnek, ennek az etnikai testületnek lett az egyik vezetője, és ezt a munkát végezte tulajdonképpen a II. Világháború időszakában is Romániában. Angol és békepárti volt, nagyon jól látta a háború következményeit, felvállalta azt, hogy Kolozsvár feladására való taktikai beszélgetésekben, illetve javaslatokban részt vesz, és neki köszönhető az, hogy végül is Kolozsvárt feladták, így valójában mindenféle pusztulás nélkül Kolozsvár megmenekült a háború borzalmaitól. Az SS hadsereg tudott erről a katonai manőverről, és ennek köszönhetően egyértelműen rombolási szándékkal elfoglalták a kastélyt, az értékek egy részét 20 kamionra fölpakolták, és a többit felgyújtották. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ő ebben az időszakban is, bár bizonyos feladatokról lemondott, szellemileg nagyon éppen és tisztán látta, hogy mi zajlik körülötte, rengeteg groteszk művet hozott létre, és bekapcsolódott az akkori irodalmi életre. Tehát a nyomorúságos, embertelen körülményekhez képest azt mondhatjuk, hogy ő szellemi frissességét és erejét megőrizte. Másnap korán kelt. Ősi otthonában utolsó délelőttje. Talán a legeslegutolsó. Elbúcsúzott kedvenc állataitól. Bejárta a kertet. Elment a filagúriához. Benézett a veteményesbe és a gyümölcsösbe. Végül visszatért a házba. Ott végig sétálta a szobákat. Anyja lakosztályát, ahol halála óta változatlan még minden. Innen tovább ment, megállva egy-egy műtárgy, kép vagy bútor darabnál. Mindenütt körülnézett, mindenütt búcsúzott. Búcsúzott a ritka műtárgyaktól, családi képektől. Búcsúzott sok együgyű gyermekkori emléktől is. Második világháború után öregen, mindenétől megfosztva, magányosan tengődött Kolozsvárot. Budapesten élő felesége a nehéz évek után végül útlevelet szerzett neki. Így Bánffy betegen és elgyötörten, de a magyar fővárosba utazhatott. Nem sokkal megérkezése után, 1950. júniusában Budapesten meghalt. Életművét csak töredékesen ismerjük, de abból, amit tudunk, biztosan látszik, hogy közéleti gondolkodóként és alkotóművészként is megelőzte korát.